Hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését, munkáltatók támogatását is végzi a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum programja. A 2017-ben a Nyíregyházi Önkormányzat és a Megyei Kormányhivatal partnerségével indult projekt most jelentős, mintegy 1,5 milliárd forintos többletforráshoz jutott, ezzel több mint 3,8 milliárd forintra emelkedett a program összköltségvetése. Folytatni tudjuk azt, amit eddig már évek óta végeztük. Eddig több mint 1200 nyíregyházi munkanélküli munkába állását segítve. Indult ez a projekt 2 milliárd 57 millióval, most már volt egy 300 milliós, most meg egy 1,5 milliárdos emelés. Ez viszont jövő év szeptember 30-áig tart, addig szeretnénk jó felhasználni ezt a támogatást. A foglalkoztatási paktum projekt elsősorban Nyíregyházát segíti, de az egész megye foglalkoztatási helyzetét javítja. 2010-ben 56.800 fő volt a regisztrált álláskeresők száma, ez a szám jelenleg 25.700 fő. A foglalkoztatottak száma megyei szinten 2010-ben 186.000 fő volt, most 246.000 fő, tehát javulás látható. Az elmúlt két évben a pandémia negatív hatásait éreztük, de a kormányzat által rendelkezésünkre bocsájtott gazdaságvédelmi intézkedések keretében olyan munkahelyteremtő és munkahelyvédő eszközöket tudtunk alkalmazni, hogy az elmúlt két évben 35.000 embernek tudtunk segíteni, megvédeni a munkahelyét, illetve új munkahelyeket teremtettünk. Mára így azt tudom mondani, hogy elértük a pandémia előtti foglalkoztatási mutatókat. A paktum által nyújtott munkaerőigény bejelentésre vonatkozó támogatási lehetőségek továbbra is biztosítottak. A mostani összköltségnövelésnek köszönhetően a munkáltatók immár 100%-os bérköltség támogatást is igényelhetnek. Arra buzdítunk mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hiszen a jelenlegi helyzetben, hogyha megvizsgáljuk ugye a támogatások körét, a paktumhoz hasonló lehetőségeket egy program sem tud kínálni. Ez akár ugye 100%-os bérköltség támogatás is lehet a cégek részére. Ez azt jelenti, hogy az adott munkavállalónak, akit fel akar venni a cég, mi teljes körűen biztosítjuk, fizetjük ugye a program a bruttó bérét és az utána fizetendő szochót is. A munkáltatóknak jelenleg a meghatározott feltételekkel 6 hónapra szóló bérköltség támogatást tudnak nyújtani a program keretében, amely 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár.